Ahogyan azt a szakemberek várták, a 20 csapatos, 38 fordulós MB2 új kihívások elé állítja a csapatokat. Augusztusban két hétközi fordulót is beiktatott az MLS, így az edzőknek a játékosok frissességére is figyelniük kell, ráadásul az utazások is plusz terhet jelentenek a futbalisták számára. A jövő héten a Kisvárda Mastergudra vár egy hosszú túra, vasárnap Pécsen a Kozármisan ellenlépnek pályára rajciék, majd szerdán Sopronban vendég szerepel Révész Attila együttese. Oh. Szombatinap elutazunk, és majd csütörtökön jövünk haza. Közben megszállunk Pécsen, majd elmegyünk Bükre és Sopronba, tehát ez egy nagyon hosszú és fárasztó hét lesz. Most mindenkire szükségünk lesz. Most is azért kaptak lehetőséget az Olágergő, a Szabó Peti, hogy készítsük őket a következő mérkőzésekre, de látszott, hogy azért nekik még van hova fejlődniük. Bizony a következő héten már Kozármistenyben, és ugye a Kozármisteny legutóbb nyert, ha bár hozzáteszem, hogy azért ez egy fáradtabb puskás volt akkor az ellenfél. Nekünk ott mindenképpen meg kell nyerni, mert a Sopron nem gérkezik könnyűnek, annál is inkább mivel unfair módon a Puskás előre hozta a vasárnapi meccsét péntekre, a Sopronnal meccsenek, és lesz mind a két csapatnak öt napja fölkészülni, tehát nem a fair tekintették a szemük előtt, vagy tartották a szemük előtt. Nekünk pedig ugye az utazás miatt egy napos lehetőségünk lesz edzeni, nem is tudom, hogy ki az, akit be fogunk tudni tenni, de Sopronban most nyilván egy más taktikát kell ezt változtanunk, és majd utána jövünk haza, egy rangodót játszunk a Békés Csabát, tehát a jövő hét az, az nagyon, nagyon, remélem, nagyon nehéz neki A Kozár Michelin Kisvárda Mastergood mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik. A további párosítása következő Puskás Akadémia Sopron, Soroksár Szeged, Budaörst Cigánd, Cegléd Vác, Grosics Akadémia Zalaegerszeg, Dorog Mosonmagyaróvár, Magyaróvár, Nyíregyháza Spartakusz, Siófok, Szolnok, Békés Csaba és Balmazújváros Csákvár.